Jó napot kívánok, ez a Kanizsa Café. Nagy pénteken továbbra is a kanizsai vízilabdázásról, a klubról, a sikerekről beszélgetünk, és a OB1-es esetleges tagság terveiről, azért az esetleges, hiszen még azért 5 mérkőzés hátra van az OB1-B-s bajnokságból. Ludányi Kados a vezetőedző és Balázs László a klub elnöke a vendégünk továbbra is ezen a héten. Elnök úr elmondta, hogy hogyan emlékszik vissza az alapszakasz küzdelmeire. Kados, a te jössz, neked ez milyen érzés, élmény volt a kispadról? Hát, ahogy a Laci is mondta, ugye két kis baki csúszott a számításainkba. Ugye a Neptuntól való hazai vereség, az részemről nagyon fájó volt. Ugye én a Neptun csapatának egyébként tagja vagyok, mint játékos. Csak ugye nehezen tudom összeegyeztetni az én edzésemet a kanizsai edzés tartással, így mostanában nem igazából szoktam mérkőzésen részt venni. Nekem ez fájó volt, mert ugye a saját idézőjelben csapatomtól kaptam ki, akit én taktikailag a legjobban ismerek. Nagyon elkönnyelműsködtök azt a mérkőzést, de végül szerencsénk lett, mert nem jutottak be rájátszásba, a felsőházba. Másik meccsünk ez az asi mérkőzés volt. Ott én nem tudok más mondani, akkor is ezt mondtam, ha nincs az a, nem is a bírói ítéletről, hanem ott egy 10 percet állt a játék, ami nagyon sokat szám, 10-15 percet állt a játék. Ez pont a második negyed vége felé volt, ahol egyébként többnyire megtörnek a csapatok a mi fizikális teljesítményünkön, és a harmadik, negyedik negyed általában el szoktunk lépni az ellenfelektől. Most itt az asi csapat az kapott egy 10 perces pihenőt, és ráadásul ember hátrányba folytattuk a mérkőzést, onnantól kezdve elég nehéz dolgunk volt, úgyhogy majdnem azt adom, még az a döntetlen is idézőjelben majdnem, hogy bravúrnak számított. De az újrajátszásnál meg aztán az újrajátszásnál sikerült megnyerni a mérkőzést, igen. Te egyébként ilyen idegesebb típus vagy? Kívülről nem nagyon látszik rajtad, de belülről. Hát szerintem kívülről is látszik. Jó, rajta. jó, de... Mérkőzésen mindenféleképpen amúgy nem. De hogy mondjam, nem dobálsz semmit meg, tehát azért láttunk már vehemesen. Hát aki kim volt most a mérkőzésen, az dobálok is. Dobálsz is, ezt most én nem láttam. Szerencsére két bírósportás nem vette észre, egyébként sárga lapot kellett volna kapjak. Hát fel tudom magam idegesíteni, ha a csapat nem azt csinálja, amit megbeszélünk, legfőképpen ezen tudom magam felidegesíteni. Szerintem minden edzőnek dühítő az, hogyha ha valami olyan dolgot kitalálunk, ami jól működik, és bebizonyosodik, hogy csináljuk, akkor jól működik, és utána nem azt csináljuk. Tehát ez egy dühítő dolog. Azért a tét meccsek előtt én bevallom, hogy ezt szoktam izgulni, nehezebben alszom el, meg kevesebbet is. Ez szerintem így van rendjén. Te a lelátóról? Hát... Bocsáss meg, egy emlékem van, tavalyi itthoni osztályozó mérkőzés, a vállalhatóbb tapsolós, fölugrálós fotód megjelent a Nizsa újságban, van a birtokomban olyan, amikor azért hogy mondjam, tehát a nagyon széles öröm megjelenik rajta, tehát tudsz te fölugrani, levegőbe csapni, és nagyon sok mindent csinálni a lelátón is. Hogyne, tehát egy kispadról, a vízből, meg mint szurkolói oldalról, meg mint vezetői oldalról is meg lehet közelíteni egy mérkőzést. Hát ez az ominózus 6-6 után a kispadról a konkrétan Kasper Gábor azt mondja, hogy kihordott két szívinfarktus, meg egy agyvérzést. Sokkal nehezebb úgy a kispadról ülni, hogy tehetetlen vagy a csapat miatt. És hát nagyon ideges voltam, én is hangsúlyozom ez, amit a 6-6 után, tehát gyakorlatilag nem nagyon lehetett velem utána beszélni, tehát én is el tudok így ilyen szempontból. Én mondjuk olyan ember vagyok, aki inkább magába tartja ezeket az érzéseket, meg nem is vagyok egy olyan veszekedős típus, de bizony nagyon tudok izgulni, és nagyon tudok. Egyetlen egy esetet emlékszem ezen a Neptun esetén, amikor oda mentem a kispad mögé, nem szoktam oda menni, és akkor azért egy-két lelkesítő szót azért oda mondani nekik, meg olyan komolyan meccs előtt azért általában föl szoktam menni a csapatot, egy kicsit előtönteni beléjük, mint vezető, illetve
ha olyan van, én már megtettem azt is, hogy nem a Kadosa idejében volt olyan mérkőzés, amikor fölmentem utána, azt lehordtam őket a sárga földig egy olyan mérkőzés után, amikor lélektelenül játszottak, nem erről a csapatról van szóval, ilyenre is volt már példa. Tehát én megpróbálok mindent az edzőre bízni, ez az ő dolga, én mint vezető nem is akarok beleszólni szakmai dologba, egyrészt mert nem is nem annyira értek valamennyire hozzá, de abszolút nem értek annyira, mint ők, ezt nekik kell tudni. Én soha nem szoktam beleszólni az ő szakmai döntéseibe, de ez nem csak nála van így, hanem a többi edzőnél is. Úgy gondolom, hogy edző feladata az, hogy csapaton belül a taktikát dolgozza ki, hogy meccsen egy mérkőzésen, mi a fegyvereket megteremtjük, és én úgy gondolom, hogy ez így van jó, de természetesen nagyon együtt tudok élni egy mérkőzéssel az eredménnyel. Időkérésnél milyen stílusban és miről szoktál beszélni? Vagy mondjuk fél időben, adott esetben egy picit hosszabb idő áll rendelkezésre. Hát ugye az időkérésnél ott mindig a meccs szituáció hozza, hogy most éppen egy... Van olyan időkérés, ami tényleg csak ilyen felrázó időkérés, tehát hogy térjenek észre ez a játékosok, vagy elengedték magukat, és van kifejezett taktikai szándékú... És akkor a következő játékszituációt beszélitek meg. Konkrétan igen, általában úgy szoktak kérni az idők, vagy úgy szoktak az edzők időt kérni, hogy egy olyan mérkőzés, vagy legalábbis a negyedemből egy olyan fontos szakaszába a játéknak, ahol esetleg egy emberelőnyös szituációt kapnak, és mindenféleképpen be kéne előni, hogy utána jobb legyen az eredmény, és arra vannak kidolgozott taktikai elemek, amiket akkor előveszünk. Tehát nekem néha elég csak egy-egy számot bemondanom, és abból tudják a fiúk, hogy mit kell játszani. Egy ilyen negyed közben időkérésnél azért, vagy a negyedek között azért ott több idő van, ott át lehet beszélni, hogy mi változtassunk, mi az, ami nem működik jól, és mi az, amit csináljuk jobban tulajdonképpen. Ez mindig így működik. Játékosokkal higgadt tudsz maradni? Tudom, hogy előtte, utána, szentevéke és edzésen is minden kiváló. Persze követelmények vannak, de ha kell, akkor ott is fölemeled a hangod, és megmondod, hogy mi a tuti. Nem akarom az edzőket fényezni, de nincs könnyű dolguk. Tehát azért, mint a vízilabda esetében 14 játékosnak a lelki világát mindig figyelembe véve, tehát van, amelyikkel lehet kiabálni, van, amelyikkel nem lehet, de van, amelyiknek egyből belemondatom a hibáját a szemébe, van, amelyiknek csak ilyen burkoltan lehet, mert nem is az, hogy megsértődik, de az egyik megsértődik, a másik ideges lesz, tehát de nagyon nehéz. Mindenkit nem tudsz figyelembe venni, tehát ott... Hát van, amikor nem tudok, de azért oda kell erre figyelni. A mérkőzésen nyilván egy kicsit más, mert elviszi az edzőt a hév, de edzéseken, edzőmeccseken erre azért oda kell figyelni tényleg, hogy ne sértsek meg senkit. Főleg én is azért, ha följebb megy a pumpa, akkor van hangom, tudok kiabálni, tudom szembesíteni a hibájukkal. Mondom, van, akinek ez rosszul esik, a másik erő, de hát ez egy ilyen dolog, főleg ha valaki nem azt csinálja, meg van beszélve, az előbb-utóbb szembesülni kell vele, hogy nem jó dolgot csinál. Próbálok higgadt maradni, sokszor kapom én is azt, hogy túlzottan hamar idegeskedek, és várjak még vele, mert majd helyreáll a játék, mert adjak egy kicsit több időt, de hát néha ez nem sikerül. Veszőparipám, de minden sportág esetében, és már beszéltünk mi is erről az utánpótlás nevelés és a fiatalokkal való foglalatosság, az, hogy most, és már az előző szezonban is sikeres a felnőtt vízilabda csapat, hiszen eddig nagy részt erről beszéltünk, megmozdított-e valamit a fiatalok érdeklődésében? Ugye most nektek egy csomó akciótok, ott úszásoktatást is szerveztetek, tehát hogy maga a klub is nagyon sok mindent tesz, hogy a fiatalokkal megismertesse, aztán megszerettesse a vízilabdát. Van-e egy kis pezsgés, talán a pezsgés szó az megfelelő, vízilabdához illik, mert néha azért pezseg forra víz. Én úgy gondolom, hogy a tavalyi osztályozókor valami megmozdult itt a városban is, de itt az utánpótlás során is, tehát én úgy gondolom, hogy nem kell nagyon keresgélni a sportolókat, mert maguktól megtalálnak bennünket, mint vízilabdásokat, és nagyon sokan jönnek az előkészítő csoportba is, és hangsúlyozom, hogy mindenképpen nagyon fontos lenne az, hogy az a csapat itt legyen Kanizsán. Tehát mert csak azért is, hogy ezek a játékosok az edzés során is
érezzék azt, hogy ott vannak a felnőttek, őrájuk rá lehet nézni, fel lehet rájuk nézni, ide kell eljutni a játék színvonalba, edzés munkába, ahol ők vannak, és ez elengedhetetlen lenne az, hogy ez egy medencébe, még akár nem egy időbe, de föl tudjanak nézni ezekre a játékosokra, és lássák maguk előtt a célt, lássák, hogy ide hova lehet eljutni, és van miért küzdeni, van miért edzeni. De úgy gondolom, hogy ez nem gondolom, hogy probléma lenne, úgy sőt, ez nagyon jó pozitív hatással van az utánpótlásunkra. Én, amit eddig láttam, túl a klubon, túl a szakmai munkán, túl a kifutási lehetőségen, az első csapaton, stb. Ezek mind nagyon fontos tényezők. Egy utánpótlás csapat, és majd mindjárt, ha fölteszem végre a kérdést, akkor megértitek, hogy hova akarok kiukadni. Egy utánpótlás csapat kohéziója és részben sikere, az nagyban múlik a szülőkön is. De azt hiszem, hogy minden sportágban igaz. Tehát ha nagyon lelkesek, és viszik, és hozzák, és mennek, és edzőbá mi kell, és másnapra ott van, de még lehet, hogy aznapra, vagy bármit megtesznek, akkor az, persze, ha a többi feltétel is adott, akkor az egy jó kifutású történet lehet. Itt Kanizsán szülői fronton milyen a helyzet? Egyáltalán mondjátok, hogy igazam van-e? Tehát, hogy valóban így működik-e ez az elv? Hát én most itt el tudom mondani, hogy náluk mi van, aztán mert a Kadosa elmondja, hogy mit tapasztalt, mert ő nagyon sokáig utánpótlás edző volt az UVS-ben, hogy ottani gyerekeknél mi van, egy pesti utánpótlást azért nem összehasonlítani egy vidéki utánpótlással. Én úgy gondolom, hogy azt szokták mondani, hogy a szülő az egy külön kategória. Nagyon sok edző nem szereti azt, amikor egy szülő annyi olyan mértékben beavatkozik a dolgokba, hogy mennyire nem kellene. Én úgy gondolom, hogy a szülő az mindig maradjon az edzésen kívül. Egy szülőnek nem feladata az, hogy benőjön az edzésen, és akkor ott nézze, hogy a gyereke éppen mit csinál. Egyrészt a gyerekre sincs ez jó hatással, másrészt meg az edzők nem is nagyon szeretik. Én hallottam olyan előadást, amikor elmondta egy nagyon híres vízilabdázó, hogy ő bizony nem is engedi, hogy azon kívül, hogy megvan a szülő értekezlet év elején, mint edzőként, ő meg se engedi a szülő után, oda menjen hozzá. Tehát én úgy gondolom, hogy a szülőnek meg kell találni azt a határt, ami még jó. A másik dolog, amit mint szülőként is mondhatom, mert az én úgy kerültem én a vízilabdába, hogy az én fiam az vízilabdázott valamikor, most pedig edzősködik Pécsen, hogy valamelyik gyerek nem is szereti. Szereti azt, hogyha a szülő az instrukciót ott a mérkőzésen is beszól neki, és akkor a saját gyerekének, hogy most mit csináltál, meg letolja, mert van ilyen szülő is most jelen pillanatban, de gondolom nem csak itt Kanizsán, mindenhol. Mindenhol van, igen. Hogy gyakorlatilag a szülő rászól a meccs közben a gyerekre, és a gyerek sírva fakad. Szóval ilyet nem lehet egy szülőnek megtenni. Én úgy gondolom, hogy a nagy kanizsai szülők előtt le a kalappal, mert én úgy gondolom, főleg itt a nagyon piciknél is, hogy nagyon lelkesek a szülők, mennek gyakorlatilag a vidéki mérkőzésekre autókkal. Most mondok megint egy példát, most lesz csütörtök, szerdától szombatig egy nemzetközi 17 csapatos torna Pécsen, a húsvéti torna, ahol van megyünk mi is, a mi csapatunk a 2006-os korosztállyal, és például ott a szülők már két hónap előttem érdeklődtek, hogy mikor lesz, ugyanis ők már most lefoglalták a szállásukat Pécsen. Tehát ott komoly szurkoló tábor lesz ezen a tornán is Pécsen, ugyanígy így volt tavaly is. És én úgy gondolom, hogy nagyon-nagyon lelkes a szurkoló táborunk, hát le kell jönni ide, csak egy utánpótlás mérkőzés, meg kell nézni, hogy gyakorlatilag tele van az uszoda, hatalmas dobolások, sipolások, amit akarsz, minden van. Tehát én úgy gondolom, hogy ilyen szempontból nincsen probléma, meg hát az a nagy áldozat, amit a szülők bevállalnak gyakorlatilag egy kisgyereknél, ami ugye a speciálisan jellemző Nagy Kanizsára, és ezért is lenne fontos az úszoda, mindig elmondtam, hányszor itt voltam nálatok, hogy azért az, hogy egy első osztályú gyerek 9 órakor kerül haza az úszodából, ez egy nem egy természetes dolog, másnak meg iskola van. Tehát az, hogy nálunk az edzések elhúzódnak akár fél héttől 9-ig,
hatnál nem nagyon tudunk kezdeni. Ez nem egy ideális állapot. Ideális állapot az lenne, amikor egy iskola után egyrészt a szülőnek sem teher, mert amúgy is megy a gyerekére az iskolába, és akkor elviszem az úszodába. Nem, hanem itt hazamegy a gyerek, akkor vagy megtanul, vagy nem tanul meg, általában megtanul, utána megint vissza kell hozni az úszodába a gyereket, utána menni érte este 9 órakor. Szóval én úgy gondolom, hogy nagyon áldozat a szülők részéről is ez, és a gyerekek részéről is bizony ez egy más kategória. Így. Hát igen, a szülői felelősség az nagyon nagy ebbe, és szerintem a szülők esetekben nagyobb áldozatot hoznak, mint maga a gyerek. Tehát ugye egy szülőnek a nyári nyaralástól kezdve a hétvégi nagymama látogatásig mindent meg kell szerveznünk, és mindent a vízilabda sport élet köré kell szervezenek. Ugye a nyári edzőtáborok is fixen megvannak, úgyhogy egy család nem tud, amiből ha egy gyerek hiányzik, az eleve nem jó pont, meg hát nem is jó, hogy egy hetet, 10 napot kihagy egy ilyen felkészülésből, mert az meg fog rajta látszódni. Úgyhogy a szülőknek úgy kell beosztani az egész család nyaralását, hogy az adott gyerek köré kell rajzolni ezt a magánéleti struktúrájukat. Nem mehetnek szombaton délbe ebédre, vagy éppen vasárnap, attól függ, hogy milyen bajnokságban játszanak, hanem csak a másik nap. És az, amit említett a Laci is, hogy ugye kisebb korosztályban azért a gyerekek, vagy hogy szülők hordják a gyerekeket edzésre, hozzák, viszik tulajdonképpen, az megint csak az egyik szülőnek egy komplett feladata elmenni. Ha éppen úgy van, akkor is meg tudja oldani, hogy ott egy másfél-két órát elmegy, és még a dolgát intézi, az jó, de sokszor van, hogy ott ülnek a szülők az edzés végéig, és várják, hogy a gyerek végezzen. Hát azt mondhatom, hogy ebből a szempontból talán a budapesti közeg annyival szerencsésebb, hogy ott azért több edzés lehetőség van, és ott úgy szokott lenni, hogy a fiatalokkal kezdődik, akár ilyen 3-4 kérén dolgoztam előtte, pont Szentendén ott egész kisgyerekekkel foglalkoztam, ilyen 11-2-3 évesekkel, és ők járnak legelőször edzésre, és ahogy idősödnek a gyerekek, úgy járnak egyre később, hogy amit a Laci mondott, hogy ne 9-kor menjen haza egy 12-3 éves gyerek az iszodában, mert az talán nem egészséges. Hát ez az infrastrukturális háttér, amiről azért sok minden kapcsán már beszéltünk ennek a hétnek a során. Vissza a felnőtt csapathoz. Azt hiszem, hogy nagyon sok mindent megbeszéltünk azzal kapcsolatban. A következő néhány hétre, ugye 5 mérkőzésünk van hátra a felsőházi rájátszásból. Van-e valami különlegesség, valamiben eltér-e a szakmai munka, vagy akár a klub vezetőségének tevékenysége, mint ami eddig volt? Ezt csak azért kérdezem, mert ugye most tényleg a küszöbön állunk. Tehát nem, hogy elértük a küszöböt, ott állunk a küszöbön, hogy az OB1-be jutás megvalósuljon, megvalósulhasson, ennek az esélye ugye az aranyérem. Kell-e, terveztek-e valamit másként csinálni, mint eddig? Hát ugye a bajnoki kiírás az megvan őszóta, tehát tudtuk, hogy jönnek a meccsek egymás után sorba. Most ugye a húsvét miatt lesz egy szünet, itt van egy kicsit több időnk, itt lesz egy ilyen mini alapozás erre a maradék 5 mérkőzésre, hogy a játékosok még jobb erőállapotba kerüljenek, de igazából hát talán ez a jövőbeli csapatnak az építése, ami plusz munkát fog adni nekünk itt az elkövetkezendő pár napban vagy egy hétben, a sima bajnoki meneten felül. Hát így a vezetés részéről is azt tudom mondani, hogy most gyakorlatilag most úgy tűnik, hogy nem is igazából 2 hét szünet lesz, hanem inkább azt mondom, hogy 3. Majd időközben történt egy változás, itt a húsvét utáni hétvége az lehet, hogy nem lesz akkor forduló. Tehát most egy viszonylag úgymond felkészülési szakaszba kerültünk így a rájátszás közepébe, ami bizonyos szempontból nem biztos, hogy jó, nem biztos, hogy rossz. Az miatt nem jó, hogy egy kicsit kiesünk a ritmusból. Ugye egy lendületben lévő csapatnak adott esetben megtörhet a lendülete, de hát ugye ez nyilván az edző egyéniségén, személyiségén, tudásán múlik, hogy ezt valahogy orvosolja. Így van, a másik ugye a játékosok szempontjából az kicsit pihenés, kicsit szuszonásra talán jut idő, így az ünnepek közelettével, illetve igazából mi próbálunk minden felületet most is biztosítani a csapatnak, úgyhogy ezt át kell beszélniük valószínűleg, sőt biztos az edzőnek meg a csapatnak, ezt a 6-6-os eredményt, ezt ki kell elemezni kell a leendő ellenfeleket,
komolyabban, egy kicsikét, most erre talán van idő, és akkor úgy belevágni ebbe az öt mérkőzésbe, hogy végén sikeresen jöjjünk ki belőle. Van még teendő, ehhez nagyon sok sikert, meg sok erőt kívánok nektek is, a csapatnak is. Aztán én megígértem nektek itt két felvétel közötti szünetben, hogyha megvan az aranyérem, akkor újra látunk benneteket nagy-nagy tisztelettel és szívesen a televízió stúdiójában. Hajrá, Kanizsa, köszönöm. Köszönjük szépen a meghívást, és engedjék meg, hogy kellemes ünnepeket kívánjak minden szurkolónak és minden kedves nézőnknek. Köszönöm szépen még egyszer. Önöknek pedig a heti figyelmet, áldott húsvétot kívánok én is. Jövő héten kettől ismét Kanizsa Café, új vendég, új téma, ahogyan azt önök megszokhatták. Vigyázzanak magukra, viszontlátásra. A műsor dekorációját a Bíborvirág készítette.